A Tolnavár megyei szakképzési centrum Bezerédi István Technikum nyílt napot rendezett a pályaválasztás előtt álló érdeklődő diákok számára. Az eseménnyel egy időben szakmai és állásbőrzét is tartottak. Köszöntőt mondott Dömötör Csaba, a Tolnavár megyei szakképzési centrum kancellárja, aki beszédében a pályaválasztás fontosságát emelte ki. A nyílt nap folyamán a tanulók különböző órákon vehettek részt, majd ezt követően szakmabemutató műhelyeket látogathattak. A kereskedelmi szak programján a területtel kapcsolatos feladatokat végezhették a diákok. Ilyen például ugye a termékek beárazása, itt használhatják a kétsoros árazógépet, aztán a beárazott terméket beüthetik a pénztárgépünkbe, illetve egy kis áruismereti feladatot is megcsinálhatnak. A műhelyekben az iskola jelenlegi diákjai segítették az ide látogató tanulókat. Bájer Franciska Andrea, a Bezerédi iskola tanulója, elégedett az intézményben működő szakmai oktatással. Elég érdekes, az elején én féltem tőle, hogy nem fog tetszeni, de végül meglepett, és nagyon jó. A tanárok is kedvesek, meglepődtem, hogy a tanárok kedvesek, általában nem szoktak azok lenni, és érdekessé tudják tenni a tanítást. Egy másik teremben különböző játékos, logisztikai feladatokat végezhettek a fiatalok. A gyerekeknek 4 játékkal készültünk, 2-nél a játékjárművek közül ki kell választaniuk, hogy melyiknek mi a neve, aztán a táblán, hogy vontató vagy vontatott járművek, ezeket kell csoportosítaniuk, raklapra kell feltenniük az építőkockákat, nyilvánvalóan biztonságosan, úgyhogy minél több kocka elférjen a raklapon. A napzárásaként a résztvevők nyereményekkel távozhattak.